tőlük ebben a vitában, ami itt aztán az előterjesztői zárszó után kialakult. Ezért hadd szólaltassam meg a Gulyás Demokrácia blogról Lázár János, mert azt most már hallottuk, hogy mit mondott 2010-ben. A jogállam megszilárdulásával az Alkotmánybíróság ilyen széles jogköre mára indokolatlanná vált. Ha nem vesz részt tehát Lázár János a vitában, hadd idézzem jövő évre tervezett szólását. Eszerint a szavazófülkékben végrehajtott forradalom megszilárdulásával a népszavazás ilyen széles jogköre mára indokolatlanná vált. Menjünk tovább az orwelli világban, hiszen Kubatov Gábor sok mindent felvázolt itt. Nézzük 2012-t, mire számíthatunk. A médiahatóság megszilárdulásával a sajtó ilyen széles jogköre mára indokolatlanná vált. 2014-ig azonban van még két év. 2013-ban a Fidesz megszilárdulásával az ellenzék ilyen széles jogköre mára indokolatlanná vált. Végül 2014-ben talán azt is mondhatná Lázár János hasonló cinizmussal, hogy a nemzeti együttműködés megszilárdulásával az országgyűlési választás ilyen széles jogköre mára indokolatlanná vált. Cinizmus-e, vagy pedig ez a magyar valóság? Sajnos azt hiszem, hogy ez az utóbbi. Folytatjuk a két perces hozzászólásokat. Ercsei Katalin képviselőasszonynak adom meg a szót az LMP képviselőcsoportból. Köszönöm szépen, elnök úr. Én kitartásra szeretném önöket biztatni. Itt vagyunk, itt leszünk még egy darabig. El fogjuk mondani a véleményünket. Azt szeretném kérni, hogy az, aki küzd a lelkiismeretével, és a Szanyi féle felszólások, bocsánat, Szanyi képviselőtársam és Novák előd féle felszólások egy kicsit elbizonytalanítják, és úgy érzik, hogy hát akkor inkább megszavazom, mert ezekkel. Kérem, hogy nyugodjanak le, újra vizsgálják meg a lelkiismeretőket, és ne azért szavazzák meg ezt a törvényt, vagy ne szavazzák meg, mert a Szanyi Tibor visszaérvén a tüntetésből most elmondja itt is a véleményét, és ha ne adj Isten Gyurcsány Ferenc is visszaérkezne, és elmondaná a véleményét, az ne indítsa önöket arra, azt kérem, az ne indítsa önöket arra, hogy felháborodásukban mégiscsak egy igent nyomnak, hanem nyomjanak nyugodtan nemet, vagy ne szavazzanak, és én még arra is egy kis türelemmel várok, hogy érveket esetleg mondanának, mert arra egyelőre nem hallottunk érvet, sem a Fidesz pacsoraiból, sem a KDNP-től, akik talán a leginkább küzdenek a lelkiismeretükkel, hiszen ahogy én kivettem, eddig ők voltak azok, akik ezeket a kérdéseket morális szempontból is vizsgálták, ellentétben mondjuk Lázár képviselőtársammal, aki bár maga sem hisz ebben a törvényben, de meggyőzte magát arról, hogy ezt képviselje, és azt kérem, hogy tovább is vizsgálják a lelkiismeretüket, mi itt leszünk, hogy emlékeztessük önöket arra, hogy milyen morális kötelességet vállaltak a magyar választóknak. Köszönöm. Most. Szanyi Tibor képviselő úrnak adom meg a szót két perces hozzászólásra. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Nem vagyok a házszabálynak rigorózus és minden betűre kiterjedő ismerő, csak kérdezem az elnököt, hogy ha parlamentben sértegetés hangzik el, akkor az alkalom-e arra, hogy viszont sértegessek. Ha nem, látom, elnök úr, decens úriember, de akkor itt az előző sértegetőknek szeretném mondani, hogy természetesen én a magam részéről nagyon szívesen hozzájárulnék egy olyan akcióhoz, hogy a parlament összes jelenlévőjét megszondáztassuk, és az eredményt természetesen nyilvánosságra hozzuk. Ez az egyik. A másik pedig az LMP-s képviselőtársunknak jelzem, hogy ma még én az égvilágon semmilyen tüntetésen nem voltam. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, látom, hogy lankad a figyelem, de változatlanul a két perces hozzászólásoknál tartunk. Balczó Zoltán képviselő úrnak, alelnök úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, elnök képviselő úr. Köszönöm a szót. Hát igen, ez a jó hangulathoz valahogy hozzá kéne járulni, de engedjék meg, hogy várva a következő napirend vezérszónoki körére,
némileg csak nagyon röviden kijöjjek a passzivitásból, és talán a kérdéshez szóljak hozzá. Schmidt köztársasági elnök úr megnyilatkozását mindenki úgy intézte el, hogy semmi gondot nem lát, minden rendben van. Azért hagyj olvassam föl, mit mondott, csak akkor döntsék el, hogy ezt a kifejezést aggályosnak tartja-e vagy sem. Azt mondta, ezért bízom abban, hogy az új alkotmányban feloldhatóak lesznek az új célok és a régi szabályok közötti ellentmondások. Milyen régi szabályok? Mikor régi? Az új alkotmányból visszatekintve régi. Ezek a régi szabályok a mai szabályok. Ő annyit mondott, hogy a mai szabályok és a célok között az ellentmondás itt most nem oldható föl, hogy így látja, csak annyit mondok, hogy aggályt megfogalmazott-e vagy sem, én azt hiszem, hogy igen, nem egy egyszerű zöld utat adott. Ez az egyik. A másik, hogy az a javaslat, hogy a költségvetési törvény, az azzal foglalkozó pénzügyi törvények kikerüljenek abból a körből, amit az Alkotmánybíróság vizsgálhat, ez teljesen partalanná teszi-e a helyzetet, és bármit ezentúl úgy lehet megfogalmazni, hogy az semmiképp ne vizsgálja az Alkotmánybíróság. 2000 zárszámadási törvény. Abba a vége felé váratlanul megjelent 12 állami gazdaság privatizációja. De bármi más megjelenhet, mert oda lehet függeszteni, tehát ez azt jelenti, hogy ezzel a módszerrel mindenki vonható az Alkotmánybíróság hatóköréből. Köszönöm. Ercsei Katalin képviselőasszony következik, az LMP képviselőcsoportból. Képviselőasszony visszalépett, Vágó Gábor képviselő úr következik, az LMP képviselőcsoportból. Köszönöm a szót, tisztelt ház! Arra kérném a jelenlévő kormánypárti képviselőtársaimat, hogy hogy érveljenek emellett a javaslat mellett úgy, hogy abban nem szerepel a különadóknak a kérdése, illetve a 98%-os adó kérdése, hiszen itt most nem erről van szó. Nézzük azokat a hosszú távú tendenciákat, amikre ez vezet. Tényleg itt a Magyar Köztársaság alapjait jelentő dologról, az alkotmányról van szó. És kérem azt a képviselőtársaimat, hiszen több mint 200 valahányan vannak itt, hogy ne Lázár János legyen az egyetlen az, aki ezt a Magyar Köztársaság szinte végét jelentő alkotmánymódosítást érvel, hanem tényleg álljanak fel, és bátran érveljenek emellett az alkotmánymódosítás mellett, mert számomra, és ugyanúgy ellenzéki képviselők, valamint a rádióhallgatók és a tévénézők számára is eléggé visszás az a helyzet, hogy itt ülnek önök, röhögnek az ellenzéki képviselőkön, bekiabálnak, és nem érvelnek. Kérem szépen a parlament falai között a nyílt diskurzust, a nyílt racionális diskurzust hozzuk be, és adjunk teret a nyílt érvelésnek. Köszönöm a szót. Most Gúr Nándor képviselő úr következik. 2 perces hozzászólásra parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, hallom a beszólás, Nándi, ne csináld át. Én ezt egy nagyon fontos törvénytervezetnek tartom, és azért gondolom, hogy erről beszélnünk kell. Ugye, ahogy Varga képviselőtársa mondta, jó lenne persze, hogyha ebben beszélni tudnánk, tehát nem csak mondjuk az ellenzéki oldal véleményét fogalmaznának, hanem a kormány elmondaná az álláspontját, a kormánypárti képviselők is kifejtenék mindezt. Gondolkodó emberek azt szokták mondani, a parlament falain kívül gondolkodó emberek, mert ott is vannak, vagy talán többen, azt szokták mondani, hogy a jogállamiság meg a demokrácia az akkor kerül veszélybe, amikor a média az egypólusúvá válik, amikor a média felügyeletek azok egy kézben összpontosulnak, amikor a bíróságok szintjén az elfogulatlanság felütheti a fejét. Én most csak annyit mondok, az Alkotmánybíróság jogkörének a csorbítása az nyilván valamilyen értelemben ehhez a folyamathoz illeszthető. Azt szeretném érzékeltetni, mert ez a törvény nem másról. Erről szól a pénzről, az elvett, az elveendő 3000 milliárd forintról,
arról, ami a saját megtakarításokból származtatódik, tehát az embereknek a tulajdonát képezi, és arról, hogy egy aktuális kormányzat hogyan és miképpen kívánja bebélyegezni és még mélyebbé tenni hatalmát, és a hatalmát kellő arroganciával felruházni. Azt gondolom, ezzel szemben kell fellépni akkor, amikor ilyen típusú alkotmányossági kérdések, alkotmánybeli módosítási törvényjavaslatok kerülnek az asztalra. Erre kérem önöket, ezen gondolkodjanak el. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtársaim, rendes felszólalásra Bárándi Gergely képviselő úrnak adom meg a szót az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Határozottan pozitívnak élem meg azt, hogy az előzetes várakozásokkal szemben a Fidesz frakciója most sajnos azt tudom mondani, hogy szokásától eltérően nem javasolta ügyrendi javaslattal lezárni ezt a vitát. De hogy a demokrácia felfogásukban csak egy nagyon picit léptek előre, tisztelt képviselőtársaim, azt bizonyítja, hogy látom, hogy ez önöket is meglepte, hogy valami pozitívat mondunk önökről, de hát lehet, akkor miért ne tegyük. Viszont sajnos csak egy kicsit léptek előre, ugyanis látvalevőleg azt a taktikát alkalmazzák és választották, hogy hát hadd beszéljen csak az ellenzék, egyszer majd csak megunják. Én azt gondolom, hogy ez azért nem val demokratikus felfogásra, nem val arra a meggyőződésre, hogy önök valóban tisztelik a parlamentáris demokráciát. Nagyjából egy órával ezelőtt kértem tisztelettel miniszter urat arra, hogy hát ha lehet, akkor a kormány álláspontját legyen szíves elmondani ebben a vitában. Úgy tűnik, hogy annyit sikerült elérnem, hogy azóta nem, hogy a kormány képviselője, hanem egyetlen egy fideszes vagy KDNP-s képviselő sem szólalt fel. Addig legalább volt kettő, amelyik ezt megtette. Amikor Lázár képviselő úr és Szijjártó képviselő úr felszólalt, akkor még azt írtam föl magamnak első mondatként a lapra, hogy önök megfogadták azt, hogy egy dologról semmiképpen nem fognak beszélni, és ez az előttünk fekvő törvényjavaslat. De látom, hogy ugye sikerült ezt továbbfejleszteni, mert semmiről nem hajlandóak beszélni, nem csak az előttünk fekvő törvényjavaslatról. Ennek két oka lehet, tisztelt képviselőtársaim, talán három is. Az egyik, hogy nincsen mondani valójuk a törvényjavaslatról. Hát, az nagy baj. A másik oka az lehet, hogy megtiltották önöknek, az önök pártvezetői, hogy felszólaljanak és hozzászóljanak a vitához. Hát, ez még nagyobb baj, tisztelt képviselőtársaim. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem egy parlamentáris demokrácia felfogásra volt, tisztelt képviselőtársak, hanem valami egészen másra. De beszéljünk akkor a javaslatról. Én hallom és értem, hogy önök kiabálni tudnak, de talán gombot nyomni is tudnának és elmondani azt kulturált formában, hogy mi a véleményük erről, ugyanis a bekiabálás természetesen parlamenti műfaj, és azt gondolom, hogy helyes, hogy ez így van, csak annak néha párosulnia kell azzal, hogy formálisan is felállnak és elmondják a véleményüket. Nem csak kiabálnak. Szóval, miről szól ez a törvényjavaslat? Hát biztosan nem arról, amiről Lázár János és Szijjártó Péter beszélt. Szól a demokratikus intézményrendszernek a lerombolásáról. Szól arról, hogyha egy független hatalmi ág nem ért egyet önökkel vagy az önök javaslatával, akkor azt Móresre tanítják. Szól arról, hogy elkívánják lopni az emberek pénzét. Szól arról, hogy visszaélnek önök a választóktól kapott bizalommal. Szól arról, hogy önök szűkíteni kívánják a népszavazásra bocsátható tárgyköröket. Szól arról, hogy elindulnak azon az úton, ami az önök korlátozhatatlan hatalmának a megteremtése irányába vezet.